Kedves nézőink, bizonyára Lettő Bajkai hallott már Ősi Attila, ajkai származású paleontológusról, aki iharkuton folytat világhírű ásatásokat hosszú évek óta. A közelmúltban stábunk is kilátogatott ide, kérem tartsanak velünk. Az imént itt a beszélgetés előtt azt mondta, hogy szeretne befejezni még valamit, és ha jól láttam mozdulataiból, akkor talált is valamit valóban? Így van, egy koponyaelem került elő itt ebből a szürke kőzetrétegből, hogy aztán minek a koponyája, ezt nem tudjuk, de még akár dinoszaurusz koponyaelem is lehet. Ön elérte a világhírt itt a feltárások kapcsán, és mégis maradt ezen az előhelyen, vagy éppen azért sokat vár még ettől a helytől? Igen, elég sokat, hiszen az elmúlt 15 év kutatásainak köszönhetően több mint 30 ezer csontmaradvány került elő, és ezek legalább 35 különböző gerinces állathoz tartoznak, amennyit eddig meg tudtunk határozni. De hát persze rengeteg olyan csontelem van, amit nem tudunk, még azt se tudjuk, hogy micsodák a csontvázon belül, azt meg végképp nem, hogy mihez tartoznak. De biztosra veszem, hogy sok olyan faj van még, amelyeket innen még, ugyan meg már esetleg megtaláltuk a csontjait, de még nem tudjuk, hogy pontosan kik ezek, mik ezek, és ezeket szeretnénk meghatározni. Illetve hát számos olyan lelet van, amelyek pontosítják a korábban már megismert, de hiányos leletek alapján ismert fajok maradványait, és akkor ezeket szeretnénk minél jobban, minél pontosabban megismerni, hogy azt az egykori ökoszisztémát, illetve hát főként azt a gerinces élővilágot, ami itt létezett a Bakonyban 85 millió évvel ezelőtt, ezt minél jobban megismerjük. Mi adja a geológiai sajátosságát ennek a lelőhelynek? Miért pont itt alakult ki ez? Ezen a területen ugye egykoron egy bauxit bánya volt, illetve sok-sok bauxit bánya, külfejtéses bánya volt ezen a területen, és a két utolsó külfejtésnek a peremén ásunk mi itt, ahol 2004-ben értek véget a bányászati munkálatok. Ennek a bányászatnak köszönhető tulajdonképpen az, hogy itt, ahol mi most állunk, az eredeti felszíntől mintegy 22 méteres mélységben olyan kőzetrétegekre bukkanhattunk, amelyekben csontok vannak. Ezek a csontok krétakorú kőzetekben találhatóak. Itt a bánya jelentős részén felszínre bukkannak ezek a krétakorú folyóvízi ártérüledékes kőzetek, amelyek magukban rejtik ezeket a leleteket. Na persze nem minden kőzetrétegben van ez így. Vannak olyan horizontok, amelyek csontokban gazdagabbak, és vannak olyanok, amelyek szinte egyáltalán nem tartalmaznak csontokat. Az a rétegsor, illetve azok a kőzetrétegek, amik a leggazdagabbak leletekben, azok itt a bányának a déli részén találhatóak, egy ilyen szürkés színű, 30-40, esetleg 50 cm vastag folyóvízi ártéri üledék, amelyben rengeteg csontmaradvány található, főként izolált csontleletekről van itt szó. Tehát az előbbi lelet, amit én találtam, az is gyakorlatilag egy koponyaelem, tehát egy széttört koponyának egy alkotó eleme, egy csontja, ami itt benne a kőzetbe beágyazva megőrződött. De nagyon gyakori, hogy mellette aztán találunk egy fogat, vagy találunk egy végtagcsontot, vagy valami teljesen más állatnak a csontját. Azt is szoktuk így nagyon viccesen mondani, olyan, mint egy szemetes láda, amiben minden van, ugyanis a tetejében nem csak csontok vannak ebben, hanem például növénymaradványok, szenesedett növénymaradványok ezrei vannak ebben a kőzetrétegben, nagyon finoman, néha egész nagy törzsek, fadarabok is előkerülnek, amelyek ugye egykoron ugyanúgy a csontokkal együtt abban az időben a folyóvíz által betemetődtek. Igen, említette, hogy egész nagy leletek is néha előkerülnek. Az ember úgy képzelni, én laikusként egy őslénytani ásatást, hogy itt nagy kalapát, csákány és buldózerek túrják a földet, és hatalmas csontok kerülnek elő. Ehhez képest viszont nagyon aprólékos munkával, pici kalapács, csavarhúzóval dolgoznak. Hát ennek több oka is van. Az egyik ok az, hogy az a terület, ahol ez a gazdag csonttartalmú réteg előfordul, az itt ez a sarok, illetve ez az udvar, ez néhány ezer négyzetméternyi terület. Ami tudom, hogy nagyon soknak tűnik, és még úgy is nagyon soknak tűnik, hogy mondjuk évente 40-50 négyzetméter tárunk fel. Tehát még legalább fél évszázadra, ha nem többre elegendő munka van. Na igen ám, csak hogy ez a kőzetréteg aztán a korábbi bányászati munkáknak köszönhetően nem csak hogy felszínre került, de el is vitték egy jelentős részét, tehát gyakorlatilag csak ebben az udvarban, ezen a néhány ezer négyzetméteren található az a kőzetréteg. Ami azt jelenti, hogy ha egyszer itt ezt begyűjtöttük, akkor több ilyen lelet legalábbis innen, ilyen gazdagságban nagyon valószínűleg nem lesz. Ezért itt minden leletet be kell gyűjteni, hiszen ki tudja, hogy majd 40-50 év múlva éppen milyen technikák lesznek, amikkel egy nagyon apró kis csontszilánkból vagy egy fogból már olyan sok mindent meg lehet mondani, amit most elképzelni sem tudunk. Tehát ezért ez az aprólékos munka részben, hogy gyakorlatilag minden egyes csontszilánkot megtaláljunk, ne kerülj el a figyelmünket. A másik, hogy ahogy említettem,
igazából ez a kőzetréteg a leggazdagabb, ez a 30-40 cm-es kőzetréteg, amiben nagyon sok csont van. Ami az érdekes, hogy se alatta, se fölötte nincsenek gazdag rétegek, sőt, szinte csontok sincsenek azokban a rétegekben. Vajon mi ennek az oka? Minden bizonnyal az üledékképződési környezetben kell az okot keresni. Tehát azt, hogy vajon mi volt az a folyamat, ami ezeket a leleteket idehozta, ugye az a folyó, mi történt azzal a folyóval, ami ezt az üledéket és vele együtt a csontokat annak idején lerakta. Valami nagy vihar lehetett a háttérben, nagy esőzés, ami következtében megáradtak ezek a folyók, hozták az anyagot, csontokat, fatörzseket és mindent itt leraktak. Valami ilyesmi forgatókönyvben jár a gondolkozunk. Botfalvi Gábor kollégám az, aki ezen a dolgon munkálkodik, hogy ezt kiderítsük, és ehhez készítünk egy csonttérképet, aminek az a lényege, hogy minden egyes előkerült csontelem, az is többek között, amit én találtam, az be kell mérni egy GPS, egy helymeghatározó segítségével, és így centiméter pontosan tudjuk rögzíteni a helyét, egyik csontot a másikhoz képest. Így végül is egy háromdimenziós csontfelhőt fogunk majd látni x év után, ha már elegendő csontleletet tártunk fel, és abból talán ki tudjuk találni azt, hogy vajon hogy is történt ezeknek a csontoknak a felhalmozódása, és vajon mi volt az a kiváltó ok, ami ezeket a leleteket idehozta? Tehát akkor, amit itt láttunk, hogy kollégája mér ezzel a lapos kék műszerrel, akkor erről van szó? Pontosan, ez egy méregdrága kütyű, ami centiméter pontosan XYZ koordináták szerint gyakorlatilag beméri nekünk azt az akár egy centis kis csontot, vagy kisebbet is, hogy az hol van helyileg, és mellette a következő az hol van, és így térben tudjuk az egészet ábrázolni, láttatni, azt is fogjuk tudni majd a térképen, hogy melyik csont, melyik állatcsontja, és hogy egyáltalán kihez tartozhatott. Ez fantasztikus. Azt hiszem, hogy rendkívül nagy rutinra és nagyon jó éles szemre van szükség, hogy a kis törmelékekbe észrevegyék egyáltalán, amit észre kell venni. Kik a segítői kollégái? Itt az ásatáson döntően egyetemi hallgatók dolgoznak a kutatócsoportunk tagjai mellett. Ugye az MTA ELTE lendület dinoszaurusz kutatócsoport az, aki igazából itt viszi itt ezt az ásatást. És hát az ELTE őslényteni tanszékén dolgozó kollégák, illetve az ELTE-re járó főként földtudományi vagy biológus hallgatók azok, akik ezen az ásatáson részt vesznek, de más egyetemekről, például a Szegedi Egyetemről is gyakran bekapcsolódnak a munkába fiatal hallgatók. Mióta vesz részt itt az ásatáson? Tavaly kerültem ide, akkor még csak egy hétre jöttem, idén viszont már kettőre érkeztem. Ez szerintem mennyire tetszés itt ez a munka, bár elég spártai körülmények között tűző napon dolgoznak. Mi a szépsége, mert nyilván van? Hát a találás öröme. Monotonnak tűnhet kívülről, de ha az ember szeret keresni, akkor ez folyamatosan fenntartja az ember érdeklődését, figyelmét. Szakmában vág egyébként az ásatás? Nem, számomra nem, ez abszolút csak hobbi. Én építész hallgató vagyok. És ő hogy került akkor a csapatba? Hát ez egy nagyon érdekes történet. Nekem egy esztétika nevű órám volt, ahol egy meghívott előadó mesélt az ásatásról. Ő rajzokat készít, replikákat, rekonstrukciókat dinokról, és ennek az esztétikai részéről beszélgettünk, és ő mondta, hogy van ez az ásatás, és később megkerestem őket, és úgy kerültem ide. Volt már része valamilyen, úgymond kisebb felfedezésben, talált már valamit, ami izgalmas volt? Ó, nagyon sok dolgot találtam. Rengeteg fogat, csigolyákat. A legelső napon találtam egy teknős plasztront, egy haspajzsot, ha jól tudom. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Az volt a legnagyobb dolog, amit eddig találtam. De hát folyamatosan vannak kisebb-nagyobb csontok, akkor azokat, ha eltörjük, össze kell ragasztani. Úgyhogy nagyon precíz ez a része, figyelni kell. Milyen a csapat egyébként? Jó páran vannak itt? Nagyon jó a csapat, nagyon jó a hangulat, már csak azért is érdemes lenne eljönni, úgyhogy teljesen felszabadult mindenki, teljesen jó. Ahogy láttok is, az imént beszéltünk is róla, ez egy rendkívül sziszifuszi munka, nagyon aprólékosan kell feltárni a területet. Hogy haladnak a feltárással? Jól haladunk az idei évben is a tervek szerint, úgyhogy szerencsére a múlt heti eső és a hőség sem akadályozta a kollégákat, illetve a diákokat az itteni munkában, úgyhogy jól haladunk.
Milyen földtani és botanikai jellegzetességei vannak ennek a terepnek, hiszen nyilván mindegyik más. Így van, mindegyik dinoszaurusz lelőhely, illetve mindegyik őslénytani lelőhely más. Ennek egészen különleges, hát egy földtani határeseményben, földtörténeti határeseményhez közelítünk már. Ugye a Kréta második felében, a Kréta végében járunk, nagyjából 85 millió évvel ezelőtt ülepedtek le ezek a rétegek, amikor már a zárvatermők, tehát a ma legismertebb fák, virágos, lágyszárú növények már megjelentek, de még ekkor korai csoportjaik vannak, amiknek az evolúciója ekkor indult meg igazán. Úgyhogy például ezeknek a vizsgálata aztán igazán Sisyphus, így gyakran 1-2 milliméteres magokkal dolgozunk, és ezekről készítünk pásztázó elektromikroszkopos felvételeket, és a sejteket is gyakran megőrizte ez a folyóvízi üledék, úgyhogy a sejtjeiket is meg tudjuk nézni, és ez alapján tudjuk, hogy a mai tulipánfának, például a liriodendronnak egy korai rokona élt itt. Úgyhogy tulipánfák alatt futkározhattak ezek a dinoszauruszok. Hát önök azért annyira nem, ahogy itt elnézem, erős pártai körülmények között vannak. Csak azt nem mondja, hogy még a sejteket is észreveszik itt, ahogy fel. Nem, azt nem itt vesszük észre, hanem azt már bent a múzeumban, illetve a különböző egyetemen és kutatóintézetekben folyó évközbeni kutatásokban, hiszen ez a terepi ásatás, ez csak egy pici része a kutatásnak, utána egész évre szolgáltat nekünk további munkát és anyagot. Ön mióta vesz részt itt ezen az ásatáson? 2006-ban voltam lent először, és azóta járok ide. Akkor azért igen sok mindenben volt része, itt sok sikerben volt része. Igen, ez így van. Hát több mindennel foglalkoztunk itt, például egyik kolléganőmmel, Baranyi Viktóriával a növényeknek a pollen szemcséi alapján mondtuk meg itt a lelőhelynek a pontosabb korát. És ez mire tehető ez a kor? 85 millió éves ez a lelőhely, tehát késő Krétában járunk. Szantoninak hívják tudományosan ezt az emeletét amúgy a Krétának. Hol van még esetleg ilyen lelőhely? Magyarországon van még ilyen jellegű? Hát növények szempontjából meglehetősen hasonló van, ugyanis az ajkai kőszénformáció, tehát amit ugye bányáztak is Ajka vidékén, az ugyanennek, ahol a folyó beletorkolott egy mocsárba, a mocsár képződménye, tehát ezzel egy egyidős képződményt láthatunk, és hát a mocsárból is sok növény maradványa ismert számunkra. Mi volt az, amit az utóbbi idő, vagy az idei év legnagyobb leletének nevezne? Szerencsére volt egy ilyen igazán jó kiemelhető lelet. A évek óta tudjuk, hogy vannak tojáshéjak ebben az üledékben. Tehát nem csak csontok vannak, növénymaradványok, vagy például borostyán szemcsék ebben a kőzetben, hanem bizony előkerültek tojáshéjak. Ezek a tojáshéjak nagyon vékonyak és nagyon pici darabkák, és nem itt találtuk meg őket, így szabad szemmel, ahogy bontjuk a falat, hanem ezt a kőzetet át lehet még mosni, ezeket az apró darabkákat, amiket kiszedtünk, és azokból a kis darabkákból az átmosás után a szita hálón rengeteg apró kis lelet, fogak, csontok fennmaradnak, és tojáshéjak is. Már a több ezer ilyen tojáshéj darabkát ismertünk, amit Prondvai Edina kolléganőmmel az élen elkezdtünk kutatócsoport együttműködésben megvizsgálni, hogy vajon milyen állatok tojáshéjai ezek. Hiszen itt alapvetően nagyon sok hüllő, nagyon sokféle hüllő élt ezen a területen, ugye dinoszauruszok, repülőhüllők, krokodilok, teknősök, stb. Tehát számos olyan csoport, amelyek tojásokat raktak vagy rakhattak. Na most, kiderült, hogy mindenféle tojáshéjak vannak itt, még pontosan nem tudjuk, hogy milyen csoportokhoz tartoznak, de ami az óriási szenzáció volt idén, hogy nem csak egy apró héj darabka került elő, hanem egy, hát ha nem is teljes, de legalább félig megőrződött tojás került elő ebből a kőzetből. Ami gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ezek az apró tojáshéjak összerepedezve, de magát a tojást eredetibe megformázzák, és ott van az a hengeres, ilyen kúpos alakú test. Nagyjából a 2,5 centis maga, ami megőrződött, és az eredeti tojás az lehetett olyan 3-4 centiméteres. Rendkívüli türelemi játék is, azt hiszem egyben. Az biztos, sziszifuszi munka, úgyhogy ide csak a leglelkesebbek jönnek. És ugyanakkor egy időszakos munka, és úgy értem, hogy időjárás függő, évszak függő, meddig folytatják az idén?
Augusztus 9-én lesz az utolsó ásatás nap, és akkor utána 2-3 méteres földréteggel temetjük be, hogy jövőre aztán újra kiásassuk. Meg természetesen a feltárt területet, azt a réteget, ahol ameddig eljutunk, azt le kell védeni, egy ilyen geotextillel beborítjuk, majd földet teszünk rá, több méter vastagságban, és aztán jövőre ezt a geotextilt ki kell ásni, és gyakorlatilag ott folytatjuk 365 nap múlva, ahol abba hagytuk. Ez akkor nagyon jó egészséget és jó munkát kívánok, további sok sikert, köszönjük szépen! Köszönöm szépen!